Ezek a felvételek Dunaújváros egyik forgalmas kereszteződésében készültek. A gyalogosok és a kerékpárosok egymás után haladnak át a zebrán. Az autósok itt most megadták az elsőbséget. Azonban ez nem mindig van így. Sokan ugyanis nem tartják be a kereszt szabályokat, ezért egyre több közlekedési baleset történik az útkereszteződésekben és a gyalogos átkelő helyeken. Mivel a kerékpárosokat és a járókelőket ütközéskor semmi sem védi, ők a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői. Az autósokhoz képest 8-szor akkora az esélyük arra, hogy baleset érje őket. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ezért is indította el a Vigyázz rám elnevezésű kampányt. A kezdeményezés célja, hogy megelőzzék a gyalogos és a kerékpáros baleseteket. A legfőbb pontjai azok a prevenció vonalán mozognak. Tulajdonképpen megpróbálunk eljutni a kerékpárosokhoz, a kerékpárosok egyesületein keresztül és hasonló szervezeteken keresztül, illetve a gyalogosokhoz. Megpróbáljuk népszerűsíteni azt, hogy a láthatósági mellényt minél többen, minél nagyobb százalékban viseljék, hiszen ez védi, óvja őket a közlekedésük során. A Dunaújvárosi Közlekedésrendészeti Osztály így kiemelt feladatának tekinti a kerékpárosok és a gyalogosok védelmét, és igyekszik minél több emberhez eljuttatni a kampány üzenetét. Ez a kampány egész évben zajlik, és ha minden bizonnyal, ha a foglalkozás a célját eléri, akkor ez a jövő évben is folytatódik. Hiszen tavalyi évben is foglalkoztunk ezzel, hiszen a biztonságban két keréken Dunaújvárosi közlekedésbiztonsági rendezvény, az a tavalyi évben is zajlott, és vélelmezem, és nagyon remélem, hogy jövő évben is fog menni. Idei évben külön foglalkoztunk, külön napot szántunk rá a közlekedésbiztonsági hétvégén, hogy a kerékpárosok nevelésével, a gyerekek kerékpáros közlekedési biztonságának fokozásával foglalkozunk. Németh Miklós hozzátette, a szabályok betartása mellett az is nagyon fontos, hogy a közlekedés során türelmesek legyünk, és fokozottan figyeljünk oda egymásra.